A legtöbb ember mindig harcolni fog az igazság ellen, hiszen az igazság, ahogyan azt zsidókhoz négyes fejezetben olvashatjuk, olyan, mint a két élű kard. Az igazság fájdalmas, és mikor az ember ráébred arra, hogy leélte az egész életét egy hazugságban, az egy fájdalmas felismerés. Ez az oka annak, hogy használjuk az írásokat Jahua igazságának felfedésére. Eddig megtárgyaltuk, hogy ki kicsoda a teremtés során, ezúttal azonban vissza fogunk menni a kezdetekig, és megnézzük az első embert. Ez természetesen az első fejezet a könyvben, Beresit, vagy egy Mózes egy, és a 26-os versben fogunk bekapcsolódni. Ez pedig így szól, és mondta Elohim, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszomászó mindenféle állatokon. Teremté tehát Elohim az embert az ő képére, Elohim képére teremté őt, férfiúvá és asszonyá teremté őket. Remélhetőleg mindenki ismeri ezeket a sorokat. Nézzük meg, hogy mi mit is jelent valójában. A teremtsünk kifejezés ásá annyit jelent, mint tesz valamit, vagy cselekszik, dolgozik, vagy munkálkodik vagy megmunkál, úgy ahogyan a föld porából Elohim teremtette az embert. Érdekes, hogy a második alapjelentése a szónak az, hogy szorongat, markolászik, nyomkod vagy nyomorgat valakit. Ha visszaemlékszünk, Jahua a föld porából gyúrta az embert, vagy abból teremtette. Erre utal ez a jelentése a szónak, a sá. A Gesinius hozzáteszi azt, hogy készül vagy formáltatik, ez szintén a jelentése a sá. Szónak. A szó, ami számunkra érdekes azonban, embert, az ember, héberül, Adam. Adam úgy, mint Ádám, ugye ez lett a neve az első embernek, hiszen ő volt az ember, az emberiség, az emberi faj. Ha megnézzük a szó eredetét vagy etimológiáját, ez a H119-ből ered, Adam, melynek jelentése vörös vagy pirosposgásnak lenni. Valami, ami pirosra, vagy vörösre van festve. Valami, ami piroslik, vagy vöröslik. Vagy pedig vörösen csillog. Nézzük tovább! Ez egy ige, ugye ez a szótő, a bibliai héberben csak származék szavak képzéséhez használt gyök. Második alapjelentéséből, melynek rokonnyelvi arab, vagy etióp jelentése rőt, sárgás barna, vöröses barna, cserzet, színű. Gesinius azt mondja, hogy vörös-piros posgás, illetve pirosa vagy vörösre festett, piros-vörös színűnek lenni, pirosra lenni vagy vörös fényben játszani. Hogyha rákeresünk arra a színre, hogy rőt, akkor ilyesmi színt fogunk kapni. Itt van még egy példa arra, hogy rőt. És egy harmadik. Itt egy táska, melynek színe rőt, vagy pedig ugye héberül a dom íme egy kép a vöröses-barna színről, ugye a haja az, ami vöröses-barna. Ez egy vöröses-barna térdigérő bőrkabátnak a hirdetése. Ez egy nyomott kasmír mintás borjú bőr vöröses-barna női váltáska. Vöröses-barna, ez a vöröses-barna szín így néz ki. Itt a másik kép következő. Ez egy műbőr fotel, mely állítható, és vöröses barna színű. Ez a vöröses barna, rőt, vagy adom. Ez egy iPhone 7 börtok, vöröses barna. Adom, rőt, vöröses barna. Láthatjuk tehát, hogy az ember kifejezés úgy, mint a dám, vagy az ember ha, a dám, az a rőt, vöröses barna, vagy pedig héberül Adam szóból származik. Amíg itt vagyunk, még egy dolgot érdemes megfontolni. Azt írja, bár a sít egy Mózes második fejezet, hogy formálta valahogy a Huálohim az embert a földnek porából. Tehát az ember a földből készült. A föld egyébként Adama, ezért Ádám vagy Adám lett a neve, hiszen a föld maga Adama. Így abból keletkezett az ember ez lett a neve. Talaj, föld, terület, föld vagy alapanyag, föld, ország, tartomány, átvitt értelemben. De elsődleges jelentése talaj vagy föld. Ebből a porból keletkezett az ember. Száraz föld, por vagy örlemény. A pár, a héber kifejezés. Nézzük meg, hogy milyen lehetett a talaj ott, ahol Elohim a dámot készítette. Ez egy Wiley Online Library Cikk, illetve kutatás Izrael talajáról és annak a eloszlásáról. Ez az Európai Talaj Talajtudományi vagy Talajkutató Magazinból származik, ha jól értem. Megtudhatjuk, hogy a mediterrán régióban ezek a talajtípusok találhatók meg. Meg fogjuk vizsgálni őket egyesével, hogy hogyan is néz ki, és mi az, amit ebből megtudhatunk. Az első, amit említenek, az non calcic brown soil. Ez pedig itt a thefreedictionary.com non calcic brown soil bejegyzés, ami arról ír, hogy ez egy nagyszerű talajfajta, ami enyhén savas, halvány rózsaszín, vöröses barna, világos barna, vagy pedig halvány vörös színű. Remélem nem probléma, hogyha nem nézek meg minden egyes szótárt, csak egyszerűen elfogadjuk, hogy ez barnás, vörös, ez színű, de mindenki utána tud járni. A másik, amit említenek, az az úgynevezett terra rossa, ami a mediterrán régióban található meg, és az olasz kifejezés terra rossa annyit tesz, mint vörös föld. Az elnevezés természetesen onnan ered, hogy vörös színű maga a talaj. Következő a Brand Rencina, amit megtalálunk a talaj tudományi enciklopédiában, és azt tudhatjuk meg a rendzínáról, hogy ez egy magas humusz tartalmú és sötét színű talajtípus. A barna, illetve brown természetesen arra utal, hogy ez esetben Izraelnél ez barna, nem pedig fekete. Felsorolásban az utolsó pedig a grumuszol a mediterrán régióban. Ezúttal Victionary Grumusol bejegyzését fogjuk megnézni, ami elmagyarázza, hogy ez egy fekete talajfajta, ami kálciumban, magnéziumban gazdag és mezőgazdaság számára igen kedvező. Amennyiben tehát formálta vala Jahu Elohim az embert a földnek porából, és ez a föld barnás, vöröses, vöröses vagy sötét színű, az ember neve, mint a dám, maga azt jelenti, hogy vöröses, vagy vöröses-barnás színű, akkor azt feltételezni az ember, hogy a dám ugyanilyen színű volt, hiszen ebből a földből vétete. Felmerül a kérdés, hogyha a dám vöröses barnát jelent, vagy rőt színűt, vagy a dom, úgy mint sárgásban, vörösesban, barna, és a képen látható nőnek a haja vöröses barna, akkor ezek szerint a bőre nem lehet vöröses barna. Hiszen mind a kettő nem jelentheti ugyanazt a színt, hogyha a kettő nem egyforma, amire ki akarok térni az ez. Ha ez a vöröses barna, és tudjuk, hogy ez volt az első ember színe, úgy, mint vöröses barna, akkor hogy lehetséges az, hogy mi mégis őt tartjuk Jézusnak a megváltónak? Mikor az ember színe ilyen volt, nyilvánvaló, hogy utána a második Ádám nem jött ki úgy, mint a hófehérke. Nézzük meg, hogy piktografikusan mit jelent a szó Adám. Adám három karakterből áll, egy Alef, egy Dalet, illetve egy Mem. Az Alef az egy ökörfej, míg a Dalet egy ajtó, a Mem pedig egy mag. Az ökörfej az erő vagy hatalom, illetve egy vezető vagy családfő, de az Alef általánosan Jahua vagy az Atya jelképe. A Dalet az pedig ajtót jelent bejáratot vagy mozgást, általánosan pedig Jahusa az atya szava, illetve ennek a jelképe. Míg a MEM az víz vagy szó, mint a bár vagy ige, vér, ami megtisztítja az embert, de akár káoszt is jelenthet. Ha megpróbálunk kívülről befelé haladva, tehát alef és MEM, akkor úgy is Értelmezhetjük, hogy az erő, vagy a hatalom, a vezető, vagy az atya szava, az ő igéje az, ami megtisztít, és ennek az ajtaja, vagy a bejárat ide, Adám. Röviden, a vezető szava az ajtó. Ha Adám, vagyis az ember, Elohim képére teremtetett. A kifejezés képére celem, úgy mint képmás, hasonmás, megtestesítés, szobor, vagy egy bávány, vagy látszat, vagy hasonlóság. A kifejezés celem egyébként megfelel a görög eidolon, úgy mint bávány, vagy pedig "ikon" szónak. "Ikon" szó szerint azt jelenti kép, alakkép, más, arckép, szobor, hasonmás, tükörkép, ánykép, vagy hasonlóság. Az igéből eredmény annyit tesz, hasonlít, vagy úgy tűnik, vagy úgy látszik, "ikon" akinek ismerős az ikon kifejezésünk, az ebből a görög szóból ered. Tehát szellem ezt jelenti. Itt hozzátenném az, hogy ha Elohim az embert az ő képére teremtette, és ez a szó celem megfelel az ikon görög szónak, akkor amikor Saul arról beszél, hogy Jehusa Hamásiák képe a láthatatlan Elohimnek, az ikon, az ugyanazt jelenti, mint amit olvashattunk itt Beresit 1.26-ban, hogy Elohim az embert az ő képére teremtette. Az, az ember képviseli Jahuát itt a földön. Nem ő az természetesen, hanem ehhez hasonló, olyasmi, mint az atya. Őt képviseli, a hasonlása, a megtestesülése hasonlít hozzá. Ugyanúgy, ahogy a másik nem az atya, hanem az ő képe itt a Földön. Ezért mondta azt, hogy aki lát engem, az látja az atyát, hiszen az atya, hogyha itt lenne, akkor ilyen lenne, mint egy ikon, mint egy kép, egy hasonmás, nem egyenlő azzal, hanem ahhoz hasonló, őt jeleníti meg. Mint ahogy az én igazolvány képem, az engem ábrázol, és ezért az emberek felismerik azt az igazolvány képet, hogyha ismerek engem, és azt mondják, hogy ó, ez XY azért, mert ez az ő képe, Ugyanúgy a más siák is az atya képe itt a Földön. És minden teremtmények előtte született. De erről már volt szó korábban. A hasonlatosság kifejezés az pedig the mut. Mely hasonlóság, vagy pedig hasonlóan, ugye, mint határozó szó. Egyébként ez egy nőnemű főnév, H18-19-ből ered, the ma, Mely annyit ez hasonlít, vagy felidéz, emlékeztet a külseivel akár valakire, vagy pedig olyasmi hasonló, hasonlító, hasonlóvá teszi magát, a másik alapjelentése pedig ettől már eltér. Hogyha összerakjuk, akkor megértjük azt, hogy elohim, összegyúrta az, amit megformálta ezt az Adámot, ez egy vöröses barna valami, amit megformált a saját hasonlatosságára, a saját képére, valamit megcsinált, ami olyan, mint ő. Nem ő, hanem olyan, mint ő. Lehet, hogy úgy néz ki, nem feltétlenül, később meg fogjuk látni, azonban mindenképpen hasonlít hozzá, külsőleg és belsőleg ezért csinálta olyanra. Azért mondja azt, hogy egy kón, vagy a mood, vagy szellem, ami hasonlít az eredetihez, de nem az. A következő 27-es versszakban a teremté szó, ez a héber bará, bet, res és alef. Ugyanúgy, ahogyan ez az egész fejezet kezdődik, ha megnézzük a héber verziót, akkor láthatjuk azt, hogy bet, és ressít, beresít, de itt van fonetikusan, itt láthatjuk beresít, úgy, mint a kezdetekben teremté. Még annyit hozzátennék azok számára, akiket érdekel, hogy ez itt beresít, bara, alahim, et, vagy alev, és ta, alfa, és omega, ha, semaim, vt, ha, rec. A eget és a földet, Alef és ta, az alfa és az omega az, aki teremtett. Kiderült tehát az első fejezetből, hogy hogyan is keletkezett az ember, és hogy mi is a funkciója az embernek, ez természetesen a későbbiekben kiderül. Még egy dolgot mindenképpen megjegyeznék. Azt írja, hogy teremté tehát Elohim az embert az ő képére? Tehát a saját képére teremti Elohim az embert. Azonban ez megváltozik a későbbiekben. A bűn bekúszik az emberiség életébe, és ez megváltoztatja a dolgokat mindörökre. Ez báresít, első Mózes, ötös fejezet, és így kezdődik. Ez Adám nemzetségének könyve, amely napon teremté Elohim az embert, Elohim hasonlatosságára teremté azt. Elohim a saját hasonlatosságára teremtette az embert. Férfivá és asszonyá teremté őket, ez a két kifejezés itt, ez ugye Hím, Zakhar, és nő vagy nőstény nehebá. Nézzük, hogy mi az, ami ezután történik. Élt vala Adám 130 esztendőt, és nemze fiat az ő képére és hasonlatosságára, és nevezi annak nevét sétnek. Mivel ez már a bűnbeesés után történt, az ember ezután már Adám képére és hasonlatosságára teremtetett a képe, az celem, vagy ikon, illetve the mood, úgy, mint hasonlóság. Mielőtt megvizsgálnánk azt, hogy az embernek milyen is lehetett a színe. Nézzünk meg még néhány esetet, amikor előkerül ez a vöröses-barna szín, illetve ez a rő szín, vagy a dom. Jehuzsáha leírása nagyszerűen megjelenik hégaló vagy Jelenések könyve első fejezetben többek között. 13-as vers így szól és a hét gyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáigérő ruhába öltözve mellénél, aranyövvel körül övezve. Ugye megfordult és látta ezt az alakot. Az ő feje pedig, és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó. És a szemei olyanok, mint a tűzláng. lábai hasonlók valának az izzó fényű érchez. Ez a kifejezés izzó fényű érc, ez khal kalibanon, réz vagy arany és ezüst ötvözete, közelebbről nem ismert ötvözete. Khal egy összetett szó két szóból áll, az egyik része az vörös réz. Úgy, mint anyag, abból készült eszköz, edény, illetve pénzérme. Chalkos, Héber megfelelője többek közt Nechoset, melynek jelentése réz vagy bronz, vagy pedig Nechusa, réz, illetve bronz. Íme egy példa, bronz réz váza rózsákkal, ez egy réz vagy bronz váza. Ilyen színe van a réznek, vagy pedig a bronznak. Ez pedig itt egy tigrises réz-bronz masszív táka, antik, melynek szintén a színe vöröses barna ugyanúgy, ahogy a dám vagy a dom. Ennek a karakternek azonban más színe van, mint ezeknek az eszközöknek. Sőt, a haja sem fehér, arról nem beszélve, hogy semmi köze nincs ahhoz, mint hogyha olyan lenne, mint a gyapjú. A szemei sem olyanok, mint a tűzláng. Itt van egy példa a gyapjúra, ez Merino gyapjú ágynemű garnitúra, így néz ki a gyapjú. Itt még egy kép, ez dörögi, gyapjú, itt látható. Ehhez képest Jézus körülbelül az ellentéte annak, ami le van írva. Nézzük meg még egyszer. Tehát ez egy részszínű karakter, akinek fehér a haja olyan, mint a gyapjú, mint a hó olyan fehér. Akkor nem inkább ehhez kellene, hogy hasonlítson, mint ehhez, ami homlok egyenest az ellentéte? fehér, mint a gyapjú, és a színe bronz. Mint a gyapjú. A lába pedig, mint a bronz. Mint a gyapjú. A színe pedig, mint a réz vagy a bronz. Az úgynevezett fehér ember haját, ha már a rosszoknál tartunk, lehetetlen a gyapjúhoz hasonlítani. Amihez viszont lehetséges, az a lónak a haja, hiszen a fehér ember, az úgynevezett fehér ember haja olyan, mint a ló szőre, míg az úgynevezett fekete ember haja olyan, mint a bárány, ezért hasonlítja gyapjúhoz. A ló és a bárány két különböző tulajdonságú szőrt reprezentál. Úgyhogy akkor kicsoda ő. Ugyanezt megismétli jelenése könnyen második fejezet, 18-as vers a Tiatira, beli gyülekezet angyalának pedig ezt írja, ezt mondja Elohim, fia, kinek szemei olyanok, mint a tűzláng, kinek lábai hasonlók a mihez, az izzó, fényű, érchez, ez pedig Kakoli banán, réz, vagy ezüst ötvözete, közelebbről nem ismert ötvözet, a Libanosz az egy értékes gyantaszerű füstölő szer, míg Halkosz vörös rész. Higalu 19-es fejezet egy érdekes karaktert ír le, és így szól, 11-es vers, és látám, hogy megnyílt Semaim, vagy az ég, és íme vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala, hűnek, hűségesnek, és igaznak, és igazságosan ítél, és hadakozik. Hív vagy hűséges pisztosz, aki nem tudja pisztoz, piszteó, pisztész jelentését, annak a hitről című sorozat ajánlom. Ez a kifejezés mindvégig szerepel a brit hadasában, a megújult szövetségben úgy, mint a hit. Szó, ez az egyik jellemzője, a másik pedig aletinos, azaz igaz. Aletész szóból ered igaz, való, igazi, valóságos nyílt vagy őszinte. Ez megegyezik a héber, emet, úgy, mint igaz, tob, mint jó, cedik, igaz kifejezésekkel. Vagy pedig hakam úgy, mint bölcs, értelmes tanult vagy képzett, emet úgy, mint megbízható, stabil, állandó, hűséges, tiszte pisztész, úgy, mint hit, kiben lehet bízni, tob. Vagy tob, úgy, mint jó, termékeny, elfogadható. Tszadik, úgy mint igaz, igazságos, törvényes. Ez az, aki ül a lovon, igazságosan ítél és hadakozik. Az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és az ő fején sok korona, az ő neve fel van írva, amit senki nem tud elolvasni, csak ő maga. Vérrelhintett ruhába való öltöztetve is neve Elohim igényének neveztetik, azaz Yahusá Hamásiák, így néz ki szeme, mint a tűzláng, lába, mint a réz, vagy az izzófényű érc, és gyapjú, illetve fehér színű a haja. Ugyanúgy, ahogy az első Ádám, ugyanúgy néz ki a második is. Nézzük, mit tudunk meg Danieltől a tízes fejezetben a második vers így szól. Azokon a napokon én, Daniel, bánkodtam három egész hétig. Kívánatos étket nem ettem, húsbor nem ment az én számba, soha nem kentem meg magamat, míg el nem telék az egész három hét. És az első hónap 24. napján íme én nagy folyóvíznek, azaz a hideg kellnek partján valék. Felemelém szemeimet, látám íme egy férfiú gyolcsba öltözve, dereka ufázi övezve. És teste olyan, mint a társiskő, társiskő, teste olyan volt, mint a társ is kő. Társ is az sárga jáspis, sárga opál, vagy egyéb arany színű, drága kő. Arc olyan, mint a villám, szemei olyanok, mint az égő szövétnek, mint a láng, amiről szó volt karjai és lábai, mint az izzó ércnek színe. Ez az izzó érc, ez pontosan az a kifejezés, nachoset, amit megnéztünk, réz vagy bronz és az ő beszédének szava olyan, mint sokaság zúgása. Jelenések második fejezet, lábai hasonlók az izzó, ércehez, szemei, mint a tűzláng. Jelenések egy, lábai hasonlók az izzó, ércehez, szava pedig olyan, mint sok vizek zúgása. Dániel a hetes fejezetben, így ír a kilences versben, nézném, mi király székek tétetének, és az örekkorú leüle, ruhája hó fehér, fejének haja mint a tiszta gyapjú. Széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Ez pedig Énok könyve 46-os fejezet első vers így szól. És ott láttam őt, aki a napok feje, idők előtti korokura, ősöreg, akiről Dániel is beszélt, és az ő feje fehér volt, mint a gyapjú. S vele volt egy másik lény, kinek kinézete olyan volt, mint egy emberé, az embernek fia, arca kegyessége volt teljes olyan, mint a kodes Malakim, vagy a szent angyaloké. Feje fehér volt, mint a gyapjú. Dániel 7 fejezet az öreg korú leüle ruhája hófehér fejének haja, mint a tiszta, gyapjú, pontosan ahogyan énok azt leírja. De térjünk vissza Ádámhoz. Megértette, remélem mindenki, hogy Ádám maga, az ember vagy az emberi faj, és a kifejezés Ádám pedig az Adóm szóból mely vörös vagy piros vörösre festett. Kutassunk még egy kicsit, és nézzük meg, hogy mit lehet kideríteni a domról ezen kívül. Ez Misli példa beszélek 23.31. Nézd a bort, mi veres színt játszik, mint mutatja a pohárban az ő csillogását, könnyen alácsuszamlik. A kifejezés veres szín, ez a dom, vörös, mint a bor. A következő szintén egy jól ismert történet, ez Samuel Aleph, vagy első Samuel 16. 11-es versíció. Akkor mondta Samuel és Sájnak, mind itt vannak-e már az ifja? Ő pedig felele hátra van még a kisebbik, és íme ő a juhokat őrzi. És mondta Samuel és Sájnak, küldj el, és hozzasd őt ide, mert addig nem fogunk leülni, míg ő ide nem jön. Elküldé azért, és elhozatá őt, ő pedig piros vala, szép szemű, kedves tekintetű. És mondja Jahua, kelj fel, kent felőtt, mert ő az. Mit is jelent az, hogy Daud vagy Dávid piros vala? Nézzük meg, kifejezés Adamani, vörös piros posgás. A vörös hajú, ugye a hajra is mondják, hogy a vörös, nézzük meg, hogy miből ered a szó. Hát, 119, Adom, vörös. Ez Samuel Alef 17, Dávid és Góliát csatája. Mikor pedig oda tekint a Filisztaus Góliát, és meglátta Dávidot vagy Dávidot, megvetette őt, mert ifjú volt, és piros, Admoni, vörös, olyan, mint a réz, Admoni, vörös. Ez Jeremiás siralma, mely hetes versben így ír az ő nazireusai tisztábbak valának a hónál, fehérebbek a tejnél, testük pirosabb vala, mint a korál. Ez a szó piros, adom, vörös, mint a réz. Vörös korál, illetve szintén egy mediterrán vörös korál. Jeremiás így folytatja nyolcas versben, de most feketébb az ő ábrázatuk a koromnál. Alakforma testalkat, körvonal vagy vázlat. Ez a ta'ár, úgy mint ábrázat, hajlik dől valami felé, ez a kifejezés, alakforma vagy megjelenés általánosságában Ábrázat az az arcra utal, ha megnézzük a katolikus verziót: most fekete az arcuk, akár az éjszaka, nem lehet őket felismerni az utcán, bőrük csontjaikhoz tapadt, kiszáradt, mint a fa. Septorgint a szó szerint érje, az arcuk pedig sötétebb lett a füstnél. Ez az amerikai standard verzió, az arcuk pedig sötétebb, mint a szén, a King James pedig úgy fogalmaz, szintén, hogy az arcuk sötétebb, mint a szén, vagy feketébb, mint a szén. Ez a káldi, fehérebbek a tejnél, pirosabb volt a testük a koralnál, most azonban sötétebb, mint a koró. Én azt javaslom mindenkinek, amiről már korábban is volt szó, hogy amennyiben az igazságot szeretné megtudni, akkor a legegyszerűbb az, hogyha elfelejti azokat a koncepciókat, azokat az elképzeléseket, az érzéseit, azokat, amik kialakultak benne korábban, amiket megtanult, különben nem fogja megtalálni azt soha. Saját magunkat kellene alakítanunk Elohim szavához és az igazsághoz, és nem pedig fordítva. És még egyszer, amikor keressük az igazságot, fel kell készülnünk arra, hogy kellemetlen dolgokkal találkozunk, és hihetetlen dolgokkal találkozunk, de egy biztos, az pedig az, hogy Elohim beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél és elhat a szívnek, és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatai. Ugyanúgy, ahogyan az igazság, hiszen Elohim beszéde az igazság, és abból egyértelműen kiderül minden, amit mi szeretnénk tudni. Mindenképpen kövessétek az infobából kettes csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, hallújá és salom!